Szenteld meg az ünnepnapot. Ez a harmadik parancsolat, és ezt vettük több részletében elő az elmúlt adásokban, és ma eljutunk a konklúzióhoz. Tehát azt mondtuk, hogy az ember alapvetően nyugalomra, boldogságra, ünnepre, arra, hogy élvezze az életet és mindazt, amilyen van, erre van teremtve, de az emberi szív el van törve, alapvetően korrupt és romlott és önző. Ezért nem találja a boldogságot. És azt kerestük, hogy hogyan lehet megtalálni annak a módját, hogy az ember szíve megváltozzék, és mégis megtalálja a boldogságot. Egyedül Istennél lehet ezt megtalálni az érdek nélküli, az ő érdek nélküli szeretetében. Hát ez egyelőre még csak egy hír, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy ahhoz őnek is semmilyen érdeke nem fűződik. Úgy adta oda az életét nekünk Jézusban, úgy áldozta oda magát, hogy ő neki ez semmiféle jóval nem jár, csak azért tette, hogy minket szeressen, hogy nekünk jó legyen. Tehát Isten mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a boldogsághoz szükséges, és ezért lehet szabad a mi életünk. De hogy a szívünkettől meglágyuljon, vagy ez meghasson minket, vagy ez hogy érthetővé váljon a számunkra, ehhez nézzük, hogy mire van szükségünk. Valójában kettő dologra legalább. Az egyik az az, hogy tapasztalnunk kell, hogy ez tényleg igaz, látnunk kell. A másik pedig az, hogy meg kell történnie annak, hogy az életünk minden területére ezt a hírt alkalmazzuk. Ha ez igaz, ha Isten így szeret minket, hogyan formálja át ez azt, ahogyan mi más emberekhez viszonyulunk, ahogy a munkánkhoz viszonyulunk, ahogy magunkra nézünk, miben változtat ez meg bennünket. Erről majd még fogunk beszélni a következő adásokban, de most erre a kettőre fókuszáljunk. Hogyan lehet tapasztalni, látni azt, hogy ez a hír igaz, hogy minket Isten úgy szeret, hogy ahhoz nem fűződik érdeke, létezik ez a szeretet, valaki megajándékozott bennünket az áldozatra is kész érdek nélküli szeretettel. Ennek módja, hogy ezt tapasztaljuk és lássuk, az emberi közösség, méghozzá a gyülekezet, a hívő közösség, a tanítványi kör. Nézzük, hogy Jézus hogyan csinálta ezt. Azt olvassuk János apostolnál, az evangéliumában egyrészt, hogy az ige testélet, vagyis Istennek a szava, amit ő elmondott nekünk, azt ő tettekben meg is mutatta, valóra váltotta számunkra, és így mondja, hogy közöttünk lakozott, mármint ugye Jézus, láttuk az Isten dicsőségét rajta keresztül, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. János apostol a levelében hasonlót mond, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről, az élet megjelent, és erről tanúskodunk, mondja. Amit hallottunk, láttuk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen az Atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal. Tehát látni és a közösségben átélni szükséges. Jézus, amikor az első tanítványait elhívja, így olvassuk János apostolnál, hogy látta, hogy valakik jönnek ott után, és azt mondja, hogy megkérdezték tőle, hogy mester, hol laksz? És azt mondta, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek, meglátták, hol lakik, és náluk maradt azon a napon. Tehát Isten, így lehet mondani, hogy úgy teszi élővé, elevenni számunkra a hírt, hogy ő szeret minket, hogy ezt egy közösségben, emberi életben, a hétköznapokban tapasztalhatóvá teszi. Isten nem csak beugrott néhány percre, nem tartott néhány előadást vagy egy intenzív kurzust, hanem kinyitotta, megosztotta az életét. Ez történik a hívő közösségben, a gyülekezetben. Őszintén szólva én úgy látom, hogy ennek a tudományát már elég régen elfelejtettük, és ezt újra kell építeni. Hogy mit is jelent ez a tanítványi lét, ez a hívő közösség? Kinyitni az életemet Jézus felé és egymás felé, az élet minden területét Jézus szeretetének és igazságának hatása alá vonni, és harmadik pedig elkötelezettnek lenni kölcsönös felelősséggel. Tudom, hogy ezek szörnyen hangoznak ezek a dolgok, ha valaki ezt tényleg komolyan veszi, de gondoljuk meg, hogy máskülönben lesz valami más, valami bennünket nem szerető dolog, csak áldozatunkat követelő dolog, amelynek a rabjaivá leszünk. A szabadság egyedül Jézusban lehetséges, ebben az érdek nélküli szeretetben. Ezért hív bennünket arra, hogy legyünk tanítványok, legyünk ott a közösségben, és lássuk, hogy hogyan működik ez emberi kapcsolatokban, az Istennek a szeretete hogyan hatja át az egész életünket. Engedjük, hogy ő meghasson minket, felolvassa, meglágyítsa a szívünket.
Ezért mondja az ige, és itt zárjuk le ezt a sorozatot a harmadik parancsolatról, hogy szenteld meg az ünnepnapot. Ha nem szánom oda a minőségi időt az Istennel való találkozásra és az ő vele való közösségben az életre, arra, hogy ezt lássam, tapasztaljam, érzékeljem, gyakoroljam, és az életem minden területét kinyissam ő előtte, akkor mindig hiányozni fog nekem ez az élmény. De hadd fejezem be pozitív megfogalmazásban, ha ezt megteszem, hogyha elhiszem neki, ha bizalmat szavazok neki, és oda szentelem az időmet, és a közösségben ott vagyok, figyelek az ő szavára és élem, akkor megtapasztalom ezt az érdek nélküli szeretetet. Az az életemet teljesen meg fogja változtatni a lehető legjobb értelemben. Erre szeretnék meghívni mindenkit a gyülekezeti közösségekbe. Van itt a városban belőle bőven, ezek mind Jézusról tanúskodnak. Isten áldja kedves nézőket, viszontlátásra!